Ha valaki tudja, hogy hogyan kell a Paksnak gólt szerezni itt a Pancsó arénában, akkor Józsi, az te vagy, hiszen nem kis gólt lőttél a 4-2-es győzelmünk alkalmával. Hogyan emlékszel vissza erre a találatra? Hát visszaemlékszem, mert nem egy éve volt talán, vagy nem is egy éve, úgyhogy emlékszem rá, Szoszó bepasszolt a középre, picit szerencsével visszapattant hozzám, bevezettem a 16-os elé, és onnan egy szép lövéssel gólt rúgtam. Gondolom, hogy most sem lenne ellenedre, ha megint betalálnál a Paks ellen. Persze, hát mindenféleképpen szeretnék gólt szerezni, már rég szereztem gólt, de nem az elsődleges nekem, hanem mindig a csapat, és ha nem is szerzek gólt, de bízom benne is, és mindent megteszünk azért, hogy a 3 pont itthon maradjon. Ugye a Paks nagyon jó szezont fut, és ellenünk is győztek az előző mérkőzésen. Mi kell ahhoz, hogy ezúttal most mi jöjjünk ki győztesen ebből az ütközetből? Hát igen, úgy gondolom, hogy van mit visszaadni nekik, mert nagyon-nagyon csúnyán kikaptunk ott, úgyhogy van mit visszaadni nekik. Úgy kell játszani, mint az első 5-6 fordulóba. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon elkapta a fonalat, és bízom benne, hogy tovább folytatjuk ezt a jó focit, amit játszunk, és remélem eredményesek tudunk lenni egy párszor. Mi a titka annak, hogy tényleg így elkaptuk ezt a fonalat, hiszen 5 tétmeccs zsinórban megnyertünk 4-et, a Fradi ellen is csak egy pontrugás miatt játszottunk döntetlent? Hát úgy gondolom, hogy jó össze van rakva a csapat, vagyunk tényleg 20-an, aki bárki játszott, és mindenki bizonyítani akar, ha lehetőséget kap, és szerintem ez a, és itt meg is jött a gyümölcse.